Eritrit, maltit, szorbit? Melyik a tuti édesítőszer, ami nem emeli a vércukorszintedet? Ebben a videósorozatban mindent megtudsz a cukoralkoholokról. Hello, szia, szevasztok, Tomi vagyok, egyes típusú cukorbeteg, ez pedig itt a DiabNavigátor, ahol mutatom neked a kiutat a cukorbetegség és az inzulinrezisztencia útvesztőjéből. A DiabNavigátor azért jött létre, hogy tanácsadással, étrendtervezéssel, tippekkel, trükkökkel segítsen neked a cukorbetegséged vagy az inzulinrezisztenciád kezelésében. Ott vagyok Facebookon és Instagramon is, úgyhogy kövess be és szórd a szívecskéket. Az élelmiszerekben, italokban használt édesítőszerek száma egyre nő. A régebb óta használt mesterséges édesítőszerek mellett sok éve már elérhetővé váltak természetesebb édesítőszerek, mint a stevia, eritrid és más egzotikus dolgok. Rengeteg tévhit is él az édesítőszerekkel kapcsolatban, és sokak számára nem egyértelmű, hogy mi alapján is kellene édesítőszert választanunk. Most a cukorbetegség és az inzulinrezisztencia oldaláról fogjuk megvizsgálni az édesítőszereket, hogy tudd, melyiket fogyaszthatod biztonsággal és melyiket kerüld. A sorozat több részes lesz, úgyhogy iratkozz fel a csatornára, ha nem akarsz lemaradni a következő részekről. Kezdjük először a cukoralkoholokkal. Mindenki nyugodjon meg, ez nem bia, nem lehet tőle berúgni, ez az édesítőszerek egy csoportját jelöli. A cukoralkoholok közül, amivel a legsűrűbben találkozhatsz, az eritrit, a maltit vagy pedig a szorbit. Az eritrit, aminek az anyakönyvi neve igazából eritritol, egy természetes cukoralkohol, kis mennyiségben megtalálható gombákban, gyümölcsökben és erjesztéssel készült ételekben is. Íze hűs és édes, édessége nagyjából fele a cukorénak. 160 Celsiusig nem veszíti el az édes ízét és nincs utóíze. 1848-ban fedezték fel friss és erjesztett gyümölcsökben, Japánban 1990 óta használják, az USA-ban 1997 óta, az EU-ban pedig 2003 óta van forgalomban. Ellentétben a többi cukoralkohollal az eritrit közel 90%-ban felszívódik, elsősorban a vékonybélben és a vastagbélben, csak egyszeri nagy mennyiség, több mint 0,1 g per testsúly/kilogramm fogyasztása esetén jut. Nagyobb, néhány órán belül 5-10 g-ot meghaladó mennyiség egyszeri elfogyasztása intenzív és gyorsan jelentkező hashajtó hatással járhat. A felszívódott mennyiségnek több mint 90%-a változatlan formában távozik a szervezetből a vizelettel 24 órán belül, emiatt energiatartalma igen csekély. Glikémiás indexen nullának tekinthető, mert az inzulintermelésre gyakorlatilag nincs hatással, így cukorbetegek és inzulinrezisztensek is fogyaszthatják. Szénhidrát tartalma 1 g per 100 g. Tehát dióhéjban a lényeg, az eritrit szinten nem emeli a vércukorszintet, de az arra érzékenyeknél esetleg okozhat ritkán haspuffadást. Cukorbetegség és inzulinrezisztencia esetén kifejezetten ajánlott a fogyasztása édesítőszerként, ha bírod a hűs érzetet, amit maga után hagy. Ha még nem tetted volna, iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a legújabb videókról, és feliratkozásnál nyomd meg a csengő gombot is. Köszi, hogy ezt megtetted, megyünk is tovább. A maltit, aminek anyakönyvi neve maltitol, szintén a cukoralkoholok, azaz poliolok közé tartozó természetes édesítőszer. A maltit édesítő képessége 90%-a a cukorénak, nem csak erősen képes édesíteni, de az édesség íze és a cukoréhoz hasonló. Szerkezetileg a maltitol glükóz és szorbitol molekulák összekapcsolódásából áll. A maltitolt az emésztés során a vastagbélben élő bélbaktériumok bontják le gázokká és rövidláncú zsírsavakká, ami tápanyagot jelent az ott élő, egyébként hasznos bélbaktériumoknak. A maltitolnak nagyjából fele akkora a glikémiás indexe, mint a cukornak, van kalóriatartalma, így számolni kell vele a szénhidrátbevitelünk meghatározásakor, mert képes emelni a vércukorszintet. Az ökölszabály az, hogy a szénhidrátbevitel kalkulálásakor a poliolból bevitt szénhidrát mennyiségnek nagyjából a felével érdemes számolni. Viszont ha te valamiért máshogy reagálsz a maltitra, előfordulhat, hogy jobban megdobja a vércukorszintedet, mint várnád. A maltitolra többen szoktak érzékenyek lenni, mint az eritritolra, ilyenkor haspuffadás, esetleg hasmenés tapasztalható. Dióhéjban a lényeg, a maltitol azért szuper, mert édesítő ereje és az édesség íze a cukoréhoz hasonló, viszont van kalóriatartalma, így valamelyest emeli a vércukorszintet, és az arra érzékenyeknél haspuffadást, hasmenést tud okozni, úgyhogy odafigyelve fogyasszátok. Nézzük ezt a szorbitot, ami anyakönyvi nevén szorbitol, ha már a maltitol egyik összetevője. A szorbit szintén egy cukoralkohol, aminek energiatartalma 40%-kal alacsonyabb, mint a cukoré. A cukorral ellentétben a lebontásához nem szükséges inzulin, a tiszta szorbitot ezért cukorbetegek és inzulinrezisztensek is fogyaszthatják. Hátránya, hogy édessége csak körülbelül 55%-a a cukorénak. Napi maximum beviteli mennyisége nincs meghatározva, de nagy mennyiségben haspuffadást, hasmenést okozhat. Egy éves kor alatt fogyasztása kerülendő, mert a gyermekekben ekkor még nem alakul ki a lebontásához szükséges enzim. Fruktózfelszívódási zavarban szenvedő betegek számára szintén egészségügyi kockázatot jelent a szorbit fogyasztása, ugyanis a cukoralkoholok lassítják a fruktózfelszívódását. Te melyik édesítőszert használod? Melyiknek vált be az íze? Írd meg kommentben! A DiabNavigátor azért jött létre, hogy tanácsadással, étrendtervezéssel, tippekkel, trükkökkel segítsen neked a cukorbetegséggel vagy az inzulinrezisztenciát kezelésében. Ha bírtad a videót, légy szíves, bökj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára, és találkozunk a kommentek között.